Sziasztok rajongók, üdvözöllek az akadémián! Mikor és hogyan tudta meg Ben Solo, hogy Vader a nagyapja volt? Hiszen csak kevesen tudták, hogy Luke és Leia Darth Vader gyermekei, és ők ezt nagy titokban tartották. Mielőtt jobban belemennénk, azért azt leszögezném, hogy a videó jelentős spoilereket tartalmaz a Star Wars Vérvonal című novellából. Szóval, ha nem akarod megtudni ezen eseményeket a könyv elolvasása előtt, akkor térj vissza később a videóhoz. Ja, és nem mellesleg ez a könyv pedig kánon tartalom. Szóval, Kylo Ren öröksége egy jelentős irányvonal életében. Ő és a Ren lovagjai Darth Vader és a Birodalom hagyadékának örököseiként tekintenek magukra. Szentül hitték a régi történeteket hallva, hogy a lázadók és köztársaság valójában terroristák és elnyomó hatalom voltak, akik megakadályozták abban a birodalmat és Vadert, hogy elhozzák az igazi békét a galaxisba. Ben már mielőtt rájött volna, hogy ő Vader unokája, azelőtt is sokat hallott ezekről a történetekről. De mikor és milyen körülmények között tudta meg Ben, hogy Darth Vader az ő nagyapja? Nos, a válasz talán egy kicsit sokkoló is lehet. A könyv történése idején csak néhányan tudták, hogy Vader maszkja alatt valójában Anakin Skywalker volt. Mindenki elhitte azt, hogy amit Obi-Wan Luke-nak mondott, az az igazság. Azaz, hogy Vader megölt Anakint és ezzel sikeresen megszilárdította a birodalom alapjait. Akárhogy is, Leia az új köztársaság megszilárdulásával új, magasabb rangú pozíciót töltött be a szenátusban. A belső hatalmi harcokban az egyik pártban Leia elég népszerű lett és ő lett az arca és szóvévője a kampányoknak. Azonban a másik párt egyik képviselője valamilyen úton módon megtudta Leia titkát, azt, hogy ő nem másnak, mint magának, a Sith sötét lordjának, Darth Vadernek a gyermeke. Nem habozott az információt közzétenni és ezzel Leiát és szenátori karrierjét darabokra törni. Leját ezek után a többi szenátor és még a civilek is megvetették apja tetteiért. Amikor a titok a nyilvánosságra került, Ben még nem tudta az igazat. Leia első dolga volt, hogy egy őszinte és sajnálkozó üzenetben közölte vele, hogy igaz, amit pletykálnak vele és Vaderrel kapcsolatban. Azaz, hogy Darth Vader, a Sith sötét nagyura és a birodalom egyik vezér alakja valójában az ő nagyapja volt. Közölte továbbá Bennel azt is, hogy az ő érdekében tartotta ezt titokban azért, hogy megóvja őt attól, amit ez okoz a köztudatban. Az üzenetet minél előbb szerette volna eljutatni fiához, ám az jelenleg épp Luke Skywalkerrel volt távol a Jedi kiképzése miatt. Luke igyekezett egyébként elkerülni a nyilvánosságot. Az, hogy Ben megkapta-e anyja üzenetét vagy sem, nem derült ki. De vannak információk, miszerint Ben a médiából, a nyilvánosságtól tudta meg. Leiának nem volt elég ideje ezt személyesen és őszintén közölni gyermekével. Ez a hír érthetően feldühítette Bent. Az, hogy mindkét szülője, de még Luke is titkolt előle az igazságot. Becsapták őt, és ezek végül segítettek neki a sötét oldal felé kitárulkozni. Luke-ban megbízott, mint mesterében és mint családtagjában, de ő is hazudott neki, ezáltal valószínűleg harag és bosszú vágylakozott Ben lelkében, és ezzel szépen lassan megfertőzött mindenkit a Jedi Akadémián. A könyvből megtudhatjuk továbbá, hogy az erős és karizmatikus Leia, miután kiderültek a tények, sírva fakadt és teljesen összetört az érzelmi sok miatt. Ben végül hatalmas erőt merített gyűlöletéből, és nagyapjára példaképként kezdett tekinteni. Még mindenki másra, akit addig szeretett és bizalmasa volt, pedig árulóként. A legmegdöbbentőbb az egészben, hogy ezek az események csak 6 évvel a 7. rész eseményei előtt történtek. Tehát ki lehet jelenteni, hogy Ben ezek után zuhant a sötét oldalba és lesz Snoke tanítványa viszonylag rövid időn belül. Szerintem azért Ben érzéseit valamilyen formában Snoke is próbáltam rendközben befolyásolni, ahogy annó Palpatine is szép lassan megkísértett Anakint. De ezekről a részletekről még nincs pontos tudomásom. Ti mit gondoltok erről? Szerintetek volt még más befolyás is, például Snoke ármánykodása? Vagy maga az, hogy hazudtak neki nagyapjáról, elég volt a kötelékei felbontásához? Szerintetek, ha nem titkolják el Ben elől az igazat, akkor másként alakultak volna a dolgok? Várom véleményeiteket a kommentek közt. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornára, és ne felejts el kattintani a kis harangra sem, hogy értesülj bármikor a legfrissebb feltöltésekről is. Továbbá csatlakozhatsz az Akadémiához Facebookon és Instagramon is. Köszönöm a figyelmeteket, és mint máskor is, az erő legyen veletek!